A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Műsorunk együttműködő partnere a Taograph Control Kft. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. Május 14 és 16 között rendezték a Mercarius Rally bajnokság második futamát, a Q8 Oysz Úzd Eger Rallyt. Hosszú idő után az első olyan futamot, ahol ismét találkozhattak a szurkolók egymással, a megkedvenceikkel. És egy másik örömhír is jutott az elejére, melyet sajtótájékoztató keretében jelentettek be. Mostantól a Mercarius a Rally egy bajnokság névadó szponzora. Péntek este már egy nézőcsalogató prológgal kezdtek a versenyzők. A mezőnyben pedig továbbra is két világbajnok hívta ki a legjobb magyarokat, hisz 2018 bajnoka Jan Kopecky, illetve a regnáló WRC 2-es győztes Mats Östberg is tiszteletét tette. Az első napon azonban nem a világsztárok egyike, hanem a tavalyi abszolút magyar bajnok Hadik András zárta az élen, értékes bónuszpontokat mesemelve. Tette mindezt úgy, hogy egyetlen gyorsaságig sem nyert meg. Egész nap lőtávolban voltunk, de mindig egy kicsit elmaradtunk attól, hogy gyorságig tudjunk nyerni, de ettől függetlenül nem volt nagy a lemaradásunk, mert tized másodpercek voltak a különbségek, és az utolsó kör, utolsó gyorságján elkezdett esni az eső, és tulajdonképpen egy kicsit szerencsénk volt, mert ugye a rajtolási sorrend függvényében nekünk még nem esett annyira, mint a mögöttünk rajtolóknak. Gyakorlatilag így keveredtünk az élre, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez a verseny még nincs lefutva, nagyon kicsik a különbségek. Úgy gondolom, hogy holnap is kis különbségek lesznek a gyorságban, majd meglátjuk, hogy mit hoz még a holnap. Turán Frigyesék a szombati gyorsaságig felét, azaz hármat is megnyertek, mégiscsak a harmadik helyen zárták a napot. Nem esett jól az utolsó gyors egyáltalán, az eső esett jól. Sajnos egy 3-4 kört mentünk szakadó esőbe. Nyilván ez benne van ebbe a játékba, csak kicsit ilyen szerencsétlennek éreztük magunkat. Nem hittük el, hogy tényleg ezen kell eldőjön a verseny. Azt gondolom, hogy ettől tartottunk a legjobban, hogy az időjárás fog közbeszólni, és nem ezt a kettőben a körülmények. Ha mindenkinek szakadt volna az eső, akkor lett volna egy nagyon rossz rulett. Jó kedvet derít az, hogy tényleg egész nap nagyon jó volt a tempónk, semmit. Műszaki nagy vagy vezetés technikai problémánk nem volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól mentünk. Összeszedett volt a csapat, jól választottunk abroncsot, nagyon sok abroncsot tudtunk spórolni, hiszen 6 darabot használtunk egész nap. Ugye alapvetően készülünk arra, hogy holnap esni fog az eső, és holnapra meghagytunk így 8 darab új abroncsa opciót a 14-ből. Úgyhogy ez a helyzet ez még be is jöhet, és lehet ebből egy nagyon pozitív eredmény. Ekkor még nem gondolta a Volkswagen Polo pilótája, hogy a vasárnapi erős kezdés után már az első szervízbe sem ér be, hisz sajnos a 9. gyorsaságin lecsúsztak az útról. Csomós Mixi, ahogy a szurkolók hívják kedvencüket, megnyerte a 3. gyorsasági szakaszt, és 5.-ként zárta a szombati erőpróbát. Nagy Attilával lőtávolban maradtak, pedig ők sem esőre készültek az utolsó királyi körön. Az utolsó gyors előtt álltunk 3. vagy 4. helyen, sajnos most itt az utolsó gyorson leesett az eső, visszacsúsztunk az 5., de gyakorlatilag 13 másodperc van az első helyzet. Összességében ezt aláírtam volna nyilván tegnap, még ezt az eredményt, de ugye közben jön meg az evés, vagy az étvágy, hogyha úgymond eszel, úgyhogy nyilván jobb lett volna előrébb végezni. Sajnos ez az eső bekavart nekünk, ugye az elején még talán egy kicsivel jobb körülmények között biztosan el tudott menni. Nekünk már teljesen az egyik része a királyi körgyorsnak az olyan volt, mint a jégszinte. Aztán így sajnos most itt kaptunk az utolsó 11 vagy 12-t, úgyhogy így még 13-ra lemaradva. Nyilván nagyon örülünk, kívülről is azt látjuk a visszajelzéseket, hogy nagyon sokan szurkolnak nekünk, illetve próbáltunk egy-két örömet is okozni nekik, egy-két kézifékkel, úgyhogy szerintem jó napot zártunk.
Velencei Ádám abban bízott a nap végén, hogy nem csak az ő nyakába szakad az esővíz, hanem ez vasárnap igazságosan eloszlik az egész mezőnyre, és akkor meg lehet esélye. Hát nem. Azt a... Jön még ugyan. Hát nem vagyok túl boldog, vagyis nem tudok egy pozitívumot se felsorolni. A körgyorsan utolértük a német Lacit, utána az eleje elment szárazon, mi már esőbe mentünk, ott kaptunk egy 40 másodpercet. Nem tudunk igazából mit csinálni ezzel, túl kell lendülni, holnap jön egy következő nap, most el vagyunk az én maradva, de én abba bízok, hogy most már, hogy esni fog az eső, és talán nagyobb különbségek lesznek majd, meg talán tudunk majd előre jönni egy kicsit. Bodolai Lászlóék végig a top 10-ben autóztak, megúszni ők sem tudták az esőt. Sőt, de még mindig jobban jártak, ha ezt az autójuk tette volna. Picit előrébb vártuk magunkat, egy-két helyjel. Nagyon óvatosan megkezdtünk az első körön. Tudtuk, hogy el kéne nyomni itt ott padlót, be is voltak irogatva, de azért bebenézegettem azokba a kanyarokba. Majd a második körben már sikerült sokat gyorsulnunk, elnyomogattunk, borzasztóan lehet ezekkel az autókkal hatalni. Úgyhogy nagyon-nagyon élveztük. Itt az utolsó gyorsan kár, hogy minket már utolért az eső, így már nagyon lemaradtunk az elejétől. De mivel holnap nagyon sok esőt mond, így aki hiba nélkül le tudja hozni a holnapi hadgyorságit, az azért sokat fog tudni előrébb lépkedni. Osváth Péter az első nap abszolút 9. helyéről reálisan látja, hogy bizony annyira nem is rosszak a magyar élpilóták. Én azt gondoltam, hogy a két srác jön, és hát, hogy nem is lever mindenkit, mint a sínszeget, de hogy azért... hogy azért mindenki fog tőlük kapni, hát azért ez emberesít. Tehát azt kell mondanom, hogy régen is azért azt tudtam, hogy a magyar autósport az erős, tehát hogy nagyon jó pilóták vannak, és hogy most már megnézzük, teljesen mindegy, hogy milyen szakákban van rallycross, ha terepralli, tehát hogy jók a magyar pilóták, és itt van megint egy példa, hogy tényleg jók. Jókat mentünk az elején, most az a végén ez a jó kis esős történet azért ez kimaradhatott volna, de hát ez ilyen. Hofer Zsolt, a Police Rally Team pilótája pont annak a programnak a támogatásával indul, amelynek célja, hogy minél kevesebben tárcsázzák a rajtszámát, azaz a 112-t. Ja, egy jó teszttel készültünk fel, igazániból elég jó setup sikerült az autóra. Közelebb vagyunk Kristóffal, hogy most már jobban tudjuk menni. Ez látszódott is egyébként, ugye az autó teljesítményét tekintve a Rally 4-ek vonalában van, tulajdonképpen súlyában egy picit nehezebb, ezért mindig a Rally 4-eket nézzük, hogy hogyan van. Haladunk velük, így harmadik helyen lettünk volna a Rally 4-esek között, úgyhogy ketten voltak előttünk a Rally 4-es autók közül. Tulajdonképpen az ötödik gyorsra úgy érkeztünk, hogy jó idő volt, csütött a nap, száraz volt az aszfalt, megmelegítettem az autót, majd a rajtba elkezdett szakadni az eső, úgyhogy sajnos nagyon sokat kaptunk már ott. Alapvetően jó hátra kerültünk, hiszen az összes két kerekes autó mögött rajtoltunk. Úgyhogy így hátra csúsztunk, az utolsó sajnos etap lett, és remélem, hogy többen is jól vannak, mert több autó is benn maradt a szakadó esőben. Mindannyian szerintem kemény gumikon voltunk kint, vagy nagyon sokan. És aki már úgy érkezett a Királyra, ő náluk volt. Úgyhogy remélem, mindenki egészséges rendben van. Helyen az első terveimhez viszonyítottan akár egy fokozattal fentebb tudtunk autózni, sőt, egy fokozattal fentebb padlógázon. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett maga a Király is, és nagyon jó volt. És ami különösen jó volt, hogy rengeteg ember állt mindenhol. Nagyon sok tapsot kaptunk, nagyon sokan álltak az út szélén. Ami nagyon érdekes, nagyon sokan vigyázba vágják magukat, mikor odaérünk, ez elég vicces és jó hangulatot ad ennek a mai napnak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik is, hogy ott voltak a pálya mellett, és hogy végre visszatért az élet a rallypályákra. Nem csak mi gurulunk rajtuk, hanem a nézők is ott vannak. A Peugeot Kupa tavalyi bajnoka idén handicappel indult, már az új fejlesztésű autóval, ugyanis a nyitófutam nem sikerült jól számára. Alapvetően nekünk sajnos az első futam elég idejekorán véget ért, úgyhogy gyakorlatilag neki most indul a bajnokság. Szerencsére az első két kör jól sikerült, vezettük a két VD-t és a közökutát is. Hát az utolsó körre egy kicsit eltaktikáztuk magunkat sajnos, úgy gondoltam, hogy még szárazon meg tudjuk úszni ezt a mai napot, de sajnos, és ennek megfelelően a legkeményebb keveréket feltettük előre, közepes pedig hátra, hogy talán még tudunk egy picit gyorsulni. Hát azt gondolom, talán egy 10 perc, vagy nem tudom mennyi kellett volna, hogy hamarabb érjünk a rajthoz. Hangodi Bendegúz navigátora Bunkóczi László dicsérte pilótáját. Volt is miért, csak szűk 5 másodperc volt a nap végére a hátrányuk.
Az élet az nagyon nagy rendező, mert eredetileg mi nem ezzel a gumival akartunk kimenni, mert kimentünk, de kaptunk az előzőn egy defektet, úgyhogy mi azzal mentünk ki, ami volt. Na most ami volt, az meg az pont nem volt jó arra, de legalább valamennyire alkalmas volt arra, hogy ebben a rettenes esőben menjünk vele. Úgyhogy hát mondhatnám azt, hogy mi előláttuk, de nem. Isten nagy szerencsénk volt. És a Benni meg nagyon ügyesen lehozta a kocsit, mert nagyon-nagyon csúszott még így is. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy akik beestek, mert nagyon sokan beestek. És, de hát de szerencsénk benne van. Adrián és Ivett a harmadik helyen fejezték be a Peugeot Kupa első napját. Igazából az elején egész jól bekezdtük, a sátai gyors annyira nem érzem, valljuk be. A második azt nagyon jól kiadta elsőre, ott jöttünk egy második időt a kategóriában, a Peugeot Kupában. Utána kicsit állítottunk még az autón, de nem jó irányban sajnos, úgyhogy visszaállítottuk a harmadik körre is. Az nagyon jó volt, viszont elkapott az első slicken. Nem volt annyira vicces. Úgyhogy nagyon örülök, hogy bent vagyunk, ahogy is félfüllel hallottam, hogy épp a harmadik helyen állunk a Peugeot Kupában, de hát holnap is van egy nap, ami szerintem nem lesz könnyebb, de hát várjuk, fel vagyunk készülve, az autó mindjárt kész, utolsó simítások, úgyhogy menjünk tovább. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Műsorunk együttműködő partnere a Tahográf Control Kft. A Bacsa-Hanyik páros olyannyira bekezdett, hogy a nap végére közel 2,5 perccel vezették az ORC-t abszolútban. Részeredményeik annyira jók voltak, hogy a világbajnokokkal tűzdelt mezőnyben is a 6.-7. leggyorsabb magyar autó volt az Örges Mitsubishi. Meg volt már első perctől kezdve az a lendületünk, a Gerinek is, nekem is. Volt egy nagyon jó gumitaktika szerintem, ami abszolút sült az egész nap folyamán. Az autóbeállítás is tökéletes volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez ennek az összességében lehet azt kijelenteni, hogy ezért voltak a jó eredmények. Ebben a királyi körgyorsan volt egy utolérésünk, de különösebben annyira sokat nem hagytunk bent. Viszonylag hamar el is elengedett a másik páros. Úgyhogy ha választani kellene, nem igazán tudok, mert mindeninek megvan az a savaborsa, amitől igazi rallipályák ízik-vérik. Nagyon élveztük, valószínűleg lehet azért is vannak most ezek a kicsit jobb eredmények, mert annyira ráhangolódtunk és annyira tetszett, mint Gerinek is, mint nekem is, navigálás szempontjából, vezetés szempontjából, úgyhogy szuper volt az egész nap. Maricsek Miklós ismét az ORC-be nevezett, ahol korábban már bajnok volt. Bízott most is a jó szereplésben és a tapasztalatában. Abszolút nem találtam magamra 200-as tempó fölött. Nagyon sokszor belemeltem a gázt, és hát természetes, hogy a fiatal gyerek a Bacsatomi agyonver. Ugye még ott a rongóval harcolgattunk a mögötte, de kellett idő, mire ráérezzek, és hát változtattunk a kocsin is nagyon sokat. Ez most bebizonyosodott, hogy hiába megyünk Pécsen, nagyon jó lesz így, de nem biztos, hogy jók azok a beállítások. Talán egy picit mellette voltam, mert a lassú kanyarokban jól működött a kocsi, viszont a gyors részeken úgy neveztem el, hogy ilyen francia autósra, hogy ilyen kicsit kiszámíthatatlan volt. Sajnos itt az utolsó körben nem tudtuk kipróbálni, de hát nincs ebbe baj, azért gyorsan mentünk. Megdicsértek a nézők! Már sejteni lehetett szombaton, hogy a vasárnapi napon a stopper mellett az eső lesz a legnagyobb ellenfél. A természet az úr, és ezt megmutatta Eger környékén is. Ugyanis akkor esett, amikor akart. Megtrifálva ezzel szinte az egész mező. Adamovics Márk rendező lassan annyi improvizációval hoz össze egy futamot, mint ahogy a versenyzők teljesítik azt. Ő szervezésben ralizik, hogy minden hátráltató körülmény ellenére legyenek futamok. Mi azért az Ózdi pályának az a
különlegesség, hogy Óz legmélyebb pontjára épült ez a stadion, és hogyha ott esik az eső egy darabig, akkor ott összegyűlik a víz, és annyira puha lesz, hogy ott nem érdemes megtartani a prologot, de hál' Istennek lement, és jó körülmények között. Azt mondja, volt ez az Ózdi nap, amiben volt minden, volt eső, sár, sajnos rengeteg baleset, személyisérülés egy minimális, ugye a kollégátok, akit elsodortak, de megúsztuk nagyobb baj nélkül. És itt van ugye az egri nap, ami még ugyan tart, bár a Rally 3-asok azt az információt kaptam, hogy már lejöttek az utolsóról, tehát hamarosan itt a mögöttünk lévő célceremónián láthatóak lesznek. Az ORB-nek még van két gyors, úgyhogy remélem, hogy őket is hamarosan itt majd látjuk. Hadik András az utolsó gyorsaságin vesztette el a versenyt, de két futam után így is vezeti a Mercarius Rally bajnokságot. A Pelenyén ugye szakadt az eső, és nagyon nehezek voltak a körülmények, nagyon sok vízátfolyás volt a pályákon, és nagyon sokszor felúsztunk ezeken, úgyhogy nagyon oda kellett figyelni. Második körre kicsit alább hagyott, de még mindig nedves volt az út, és hát úgy gondoltuk, hogy az utolsó körre is megmarad ez a dolog, és hát sajnos nem jó gumit raktunk fel az autóra, úgyhogy elbuktuk most ezt a versenyt. Vizes gumival jöttünk ki az utolsó két gyorságra. De alapvetően boldogak vagyunk, mert fel tudtuk venni a versenyt a külföldi élmenőkkel is, úgyhogy alapvetően minden rendben. A világbajnok cseh pilóta Jan Kopecky tudta, mikor kell vezetni egy futamon. Az utolsó gyorsaság után. It was on the plan, you know, but it's been difficult because a magyar pilóták remek munkát végeztek, és tudják, hogy minden rajtunk múlik. Nehéz tartani azt a tempót, ami nekik az elejétől megvan, de az utolsó próbálkozásra kockáztattunk, és felraktuk a slickeket a kocsira, lesz, ami lesz. Amikor mindketten a vizes gumikon voltunk, nagyon közel voltunk egymáshoz, és azt mondtam, valamin változtatnunk kell. Szerencsére előjött a nap, és az utolsó etap elég száraz volt, és így nyertünk. The sun came out and the last stage was quite dry, so we won. Csomós Miklós élete eddigi legjobb futamát produkálta, és dobogóra állhatott abszolútban. Ugye azt tisztán látszik, hogy az első nap száraz körülmények között mentünk, az ötödik gyorságig is mindenkinek egyenlők voltak a feltételek, egyenlő gumik. Öten álltunk 5 másodpercen belül, vagy hat másodpercen belül. Úgyhogy összességében az nagyon jó. Nekem még ezt a változó körülményt egy picit meg kell szokni, illetve a gumikkal, hogy kell bánni. Ez még egy picit nehéz, de szerintem, hogyha minél többet fogunk tudni menni az autóval, akkor ennek jönnie kell, hiszen ez csak kilométer rutin. Ahhoz képest, amennyit mi tudunk menni ezzel az autóval, illetve amennyit rá tudunk erre fordítani, szerintem nagyon jó tájt látunk most is. Klaus Kristóf és Csányi Botond az abszolút ötödik helyre kormányozta a Skodát, és ez dicséretes, hisz az előttük lévő 4 versenyzőből 2 világbajnok. Szerintem a céljainkat teljesítettük, és fejlődéshez való úton szerintem tovább haladtunk, ami hamarosan szerintem az lesz a cél, hogy most már eredményes is legyen, és mindenképpen a tabellán való előretörés lesz a cél. Velencei Ádám nem volt túl boldog a célban, de mégis több pontot gyűjtött, mint az első futam végén. Bodolai Lászlóik élvezték a futamot, és végül karcmentesen hozták be a Ford Fiestát. Eső, ez az időjárási körülmények, ez nem hiányzott szerintem egyikünknek sem, de hát végül is itt vagyunk, úgyhogy karcmentesen lehoztuk az autót. Azt mondom, hogy tudtunk is élvezni többnyire a mai napot is, de jobb lenne azért előrébb végezni. Nekünk már nem volt igazán értelme kockáztatni, mert az Ádám annyira messze volt már a nap végén, úgyhogy ez volt a lényeg, hogy biztonságban le tudjunk jönni és élvezzük. Osváth Péter elismerte, nekik is bátran azt kéne csinálni, mint a két világbajnoknak. Kopecky jött, igen, akkor jöttek ki kettővel, átlóbak jöttek ki kettővel az elején, és igen, ezt kell mondani, hogy ezek a srácok bátrak, és ezt kellett volna nekünk is meglépni. Mert muszáj egy ilyet meglépni ahhoz, hogy az ember kockáztasson, sőt, tud hozni két kereket mindenki, mert lehet hozni két kereket, úgyhogy ezt mindenféleképpen, ezeket a dolgokat meg kell lépni, hogy az ember előrébb tudjon lépni ebbe a mezőnybe. Bacsa Tamás és Hanyik Gergely nem csak az ORC értékelés maximális pontjai gyűjtötték be, hanem a szurkoló és versenyző társak elismerését is. Az R4-es Mitsubishivel a teljes mezőny 6. és 8. idejét autózták folyamatosan.
Nagyon motiváltak voltunk az egész hétvég alatt, próbáltunk a legjobb tudásunk szerint feldolgozni a pályákat. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jól beállított, nagyon jól felkészített autóval tudtunk ilyen jó eredményeket elérni. Ez úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, és csak így lehet ilyen eredményeket elérni. Maximális pontszámmal zártuk a hétvégét. Most egy kicsit nagyobb előnyre tettünk szert, bízunk benne, hogy ebből tudunk gazdálkodni az év végéig. Szerintem ahhoz képest, hogy már a szombati napon egy elég jelentős előnyre tettünk szert az ORC abszolút értékelésében is, ma sem engedtünk le, meg célnak tűztük ki, hogy a Power Stage-et azt megpróbáljuk megnyerni. És ügyesen mentünk, szerintem nem vállaltunk semmi olyan kockázatot, ami ezt kétségesítette volna ezt a dolgot, és most ennek ez lett az eredmény, hála Istennek. A Hoffer-Kassa páros a Báthori gyorsan mutatott olyat a nézőknek, hogy ők majdnem a 112-t hívták. Igazándiból azt kell mondjam, hogy picit bizonytalan voltam magamban az autóban az első két gyorsági szakaszon. Nem ismertem a vízes abroncsét a Pirellinek, és bár mondták, hogy nagyon jó, nem hittem el, hogy tényleg olyan jó. Aztán az utolsó harmadik gyorsági szakaszára már úgy érkeztünk meg, hogy futópercre, és ott kiderült, hogy igazándiból nagyon jól működik maga az abroncs, hogy ott már tudtunk egy bátorítót autózni, és utána szerintem fejlődtünk, sőt ugye, hogy javult az idő, fel tudtuk tenni a pohaszlikeket. Németh Gábor sokat javított boldogkői eredményén, hisz most Egerbe a Peugeot Kupa futamgyőzteseként és a két VD értékelés legjobbjaként érkezett meg. Hangodi Bendegúz a nyitófutamon elért győzelme mellé most Egerben egy második helyet gyűjtött be, amivel vezeti a Peugeot Kupa és a két VD értékelését 2021-ben. A Production Car Kupában Kurtos Robertnek régi vágya sikerült, nyerni tudott Egerben. Fockó Ákos most debütál az ORC-ben egy Mitsubishi Evo 10 R4-jel. Az első napi hibát követően vasárnap végig a végső győztes Bacsa Tamás mögött autóztak Madarász Szabolcssal. Leszakadt az eső a második körben, és szikken voltunk, mint ugye az egész mezőnyát, ugye semmiből, mert követtük elég jól az időjárás, szóval kiszámíthatatlan volt, azt tudtuk. Úgyhogy végül is megbeszéltük, hogy csak legurulunk, de egy egyenesbe csúsztunk le különben, és úgy adtam finoman úgy a gázt, és egyszer csak a semmiből valami vízátfolyásszerűen vagy egy nagyobb pocsájba belemeltünk, és egyszerűen azonnal kiúsztalulunk a talajt. Próbáltam kézifékezni a Rogics Attiláik is előttünk, ugyanígy megbeszéltük nekik is, ugyanez volt, hogy egyenesbe adagolták neki, aztán elkihúzták a talajt alóluk, úgyhogy oda melléjük estünk le egy kicsivel szerencsésebben, amíg megálltunk a réten. Aztán végül kitoltak, de hát ilyen 10-12 percet töltöttünk bent összesen, szóval ott úgy a becsúsztunk egy bizutósra, elítélek voltunk a nap végén. De vissza tudtunk állni és mentünk, tapasztalatszerzésnek pedig ez mindenképpen kell, mert itt vagyunk végül, beértünk a célba, meg amit tudtunk, megtettünk, mert nem tudok a gázt végig. Ráti Gergő óriási fölénnyel nyerte az ORC P13-as géposztályának értékelését a Ford Escort MK2-essel. Az egri pályákat kicsit jobban szeretem, viszont a másik kettő is meglepően jó volt. Azért ott mentünk többet szárazon, az egész nap vizes körülményben telt, de úgy megoldottuk a feladatokat, és végül is sikerült megnyerni a futamot, úgyhogy elég jó a helyzet.